Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven. Ez megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül küldöm a linket a felvételhez. És most megnézzük, hogy aktuálisan mit mutatnak a kártyák. Itt a könyv jelenthet tudást, jelenthet továbbképzést, de néha jelenti az ő zárkózottságát. Vagy azt, hogy te úgy gondolod, vagy úgy gondoltad, hogy ő eltitkol előled valamit. Itt ez a kártya jelenti a nézeteltéréseket, vagy a vitákat. Lehet, hogy emiatt voltak viták köztetek. Az is lehet, hogy vitái vannak a gyermekeivel a családban, és erről nem akar beszélni, hiszen itt látható, hogy nagyon zárkózott. A gyermek és a könyv utalhat a gyermekekre, az iskolára is, ahol itt látható, hogy vannak még nehézségek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a kivetésnél. Te hozol itt döntéseket. Előtted a gólyák jelentik a változásokat. Valami megváltozik nálad, vagy a hozzáállásod, vagy a terveid, vagy a külsőd. Itt mögötted van a szerencse. Lesz egy szerencsés fordulat, és a szerencse, a szeretet, a szerelem útban van hozzád. Az utak jelenthetnek egy találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelenti a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a virágcsokor lehet egy meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék, és ez az ajándék szintén útban van hozzád. Itt a lilium virág jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy azt, hogy tisztázódik kettőtök között valami. Néha utalhat egy testi kapcsolatra is. Megváltoznak a dolgok. A szerencse útban van hozzád. Itt van a szeretet, a szerelem, egy ajándék. Tisztázódnak bizonyos dolgok. A gyermek jelentheti az ő ártatlanságát is. Például, ha eddig úgy gondoltad, hogy ő eltitkol előled valamit, és emiatt voltak itt a viták, akkor a gyermek azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen ártatlan volt ebben a helyzetben. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dender a Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!